Ahogy láthatják, most még autók parkolnak a parkolóban, hisz általában ez a feladata itt a műfáz mögötti területnek. Viszont szombaton ismét robogó rócsó lesz számtalan érdekes programmal, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen holnap is lesz kiállítás, igaz az a Fehér Lóban. Igen, 5 órakor nyílik meg a Blitz, amelyet immár 15. alkalommal rendeznek meg. A tárlaton 10 ország művészeinek alkotásait láthatják egészen a hónap végéig. Ha nincs kedvük napozni, vagy esetleg rossz az idő, akkor látogassanak el a Futurába, hiszen ott egy új nyomozós játék indult. Bújjanak a híres felfedező Nikola Tesla bőrébe, és mentsék meg a Földet. És ha már ott járnak a Futurában, akkor ne felejtsék el, hogy szombaton érkezik ide a Magyar Természettudományi Múzeum utazó kamionja, amely egy kiállítást rejt közel a természethez címmel. Délelőtt 10-től egészen délután 4-ig megnézhetik. Ahogy már a programajánló elején is említettem, most szombaton rendezik meg itt a Flash parkolójában a robogó rócsót. Elsősorban azokat várják, akik szeretnék kipróbálni ügyességüket, hiszen lesz újra verseny. Ők jöjjenek 9-re, hogy regisztrálni tudjanak, illetve kipróbálhassák a pályát. De lesznek különféle bemutatók, tűzoltók, mentők, tehát a kisebbeket, nagyobbakat, hölgyeket is várják ide. Sőt, Gergely Sanyi is eljön, vele stunt bemutatót láthatnak, de lesz triál bemutató. Tehát számtalan program itt a robogó rócson május 23-án, szombaton délelőtt 9-től. Most pedig egy előzetes, ne felejtsék el, hogy jövő héten gyermeknap. Itt a városban szombaton 4 helyszínen is lesznek majd programok. Lepjék meg a kicsiket, meg a kicsit nagyobbakat is. További részletek pedig jövő heti programajánlónkban.